Hát az én feleségeim általában nem találták meg a helyüket ebben az életformában. Néhány évig bírták, francia feleségemmel 20 évig, de hát az a 20 év az 3 házasság volt végül is. 3-szor vettem el feleségül, mind a 3-szor elváltunk, így jött ki a 20 év. Úgyhogy hát nehezen bírta ő is. Puerto Ricóban például 7 évig tudott velem maradni. 7 év után már a trópus elviselhetetlené vált az ő számára, és visszament Franciaországba. Hát ez a kallódás, mert ez akkor, akkor ez egy egészen más világ volt. Ez inkább kallódás volt azokban az időkben a mi életünk. Nem most megtervezheti valaki a jövőjét, és akkor úgy meg tudja tervezni, hogy kint is él, meg itthon is él, ott is megcsinálja az életét, itthon is. Mindenféle variációk léteznek a mai világban. Akkor ez nem így volt, akkor el kellett dönteni, hogy amiben belevágok, azt hogyan fogom keresztül vinni. Nem jöttek hamar, nagyon szerelmesek voltunk, sokáig észre se vettük, hogy valami baj van. De a bajok aztán jelentkeztek, amikor kiderült, hogy ez a polgárlány, mert az én feleségem, ez egy polgárcsaládból származó, gazdag családból származó lány volt. Ez meg akart szabadulni a polgári örökségétől. Én meg hát egy ágról szakadt menekült voltam, én pedig be akartam kerülni a tojásba. Ezt úgy mondtuk, akkor ez volt Felicien Marceau-nak a híres kifejezése, bekerülni a tojásba. Hát én meg be akartam kerülni a polgárságba. A egyik befelé, a másik kifelé, utaink keresztezték egymást, ez a kereszteződés, ez tartott egy darabig, de nem sokáig. Hát ő úgy gondolta, hogyha egy egyetemi tanársággal beéri, és de hát arra nem gondolt ő, hogy hát egy trópusi egyetemen, egy kis karibi szigeten az egyetemi tanárság az egy kaland. Tehát nem olyan jellegű európai szerepben? Nem, egyáltalán nem olyan. Hát ezek az írások, hogyha a tartalmi jegyzéket megnézed, nagyon vigyázok rá, hogy ez a novella fűzér mindig úgy jelenjen meg, hogy dátummal, mikor írtam. És akkor ebből kiderül, hogy 1963 és 2012 között írtam. Tehát 50 évig írtam ezt a novella fűzért. Ezt nem lehet csak úgy végig csinálni, hogyha az ember ragaszkodik az apró, a valóságnak az apró részleteihez. Én írtam ezt a ciklust, közben megfeledkeztem róla, sokszor évekig megfeledkeztem róla, mindez kiderül az évszámokból, amik ott vannak a kötet végén, de hát nem gondoltam rá, hogy ennek ilyen vége lesz. Végül is jó, hogy ez a kötet így, ahogy van, megjelent, csak azt sajnálom néha, hogy a francia asszony ezt nem tudja elolvasni, mert a francia asszony nem tanult meg magyarul. Az igazság az, hogy én hát 56-ban kerültem ki, egyenesen Franciaországba, francia ösztöndíjat sikerült szereznem, akkor írtam életemnek első sikeresebb költeményét, föl kellene állnom, hogy elszavaljam, a költemény így szól, díjazzák az ösztönöm, köszönöm, köszönöm.